Szép jó reggelt. Harmadik nap. Minden napi kávémat add meg nekem ma. Kávé nélkül nem tudok napot kezdeni. Ez már nem biztos, hogy fog változni az életem során. Ma rohanok, nincs időm kényelmesen reggelizni. A reggelimet megcsináltam, már mindjárt mutatom, mit eszek. És egy pár szóban elmesélem a ketogénnek a lényegét, vagy hogy keresd ki, hogy mi tehetsz, ami ketogén barát étel. Mai reggelim túrós tojás rántottam ezt. Ideje csökkentenem a adagokat, mert másképp nincs értelme. Szóval 3 darab tojás van benne, egy kicsi túró. Ennyi. Egy kézzel, bocsánat, nem olyan egyszerű. Ennyi. Tehát kicsi só természetesen van benne. Hát ezt majd két kézzel elverem. És egyszerűen csak ez a rántottam. Bent van a tepsiben, vagy serpenyőben. Nagyon hamar megcsináljuk. Nem kell túl sok gondot fordítani, vagy a túró el legyen benne dolgozni, mert úgyis kicsit megolvad. Jó lesz ez így is. Na. Íme, itt a reggeli. Kész van a túrós tojás rántottám, kis kolbász darabkákkal. Ez ilyen olasz kolbász darabkák. A szénhidrát tartalma szinte semmi, 0,1 100 g-ban, úgyhogy az megengedhető, sőt, tökéletes. És hozzá egy kis málna, ezt tegnap megbontottam, azt elfelejtettem mondani, este már nem bírtam ki, ettem egy pici málnát, de a legrosszabb este enni a gyümölcsöt, azt inkább reggel kéne. Megettem a felét, úgy durván ez most egy ilyen 7 g még, vagy 7 deka itt előttem, tegnap még az bement a másik fele. Úgyhogy ez a reggelim ma, amit majd útközben a kocsiban fogok megenni, mert most nincs lehetőségem kényelmesen eszegetni. Mi az, hogy ketogén barát étel? Ezt nagyon röviden elmondom, amennyire én tudom, az én tapasztalatom. Ha megnézel valamit a boltban, hogy megveszed, hogy ja, itt egy szép túró, megehetem-e, hogyha 100 g-ban 10 g alatti valaminek a szénhidrát tartalma, az úgy nagyjából belefér. Például a málnának, hogyha megnézed, a 100 g-ban 5,4 g szénhidrát tartalma van. Tehát ez jó. Ketogénben a gyümölcsök eléggé tiltva vannak, kivétel a párbogyós, a málna, az eper, az áfonyák, és még a szedel. A mandarin, vagy ez azt hiszem clematis, az már 10 fölött van. Nem azt mondom, hogy nem ehetsz néha, szerintem, de pontosan ez a problémám, hogy én eszek ilyeneket néha, most a 30 nap alatt megpróbálom, hogy nem. De akkor rombolom a ketózist, tehát akkor nem fogja bontani a zsíromat a szervezetem. Úgyhogy én most azért eszek ilyen szigorú ketogénben, megnézem, hogy akkor a stagnálásból elindulok-e lefele a súly terén. Ez a lényeg a ketogénnak. Ez a kolbászka is, mint mondtam, nincs benne szénhidrát. Nagyon kész ételeket nem eszünk. A májkrémet is érdemes megnézni, hogy jaj, nagyon szép májkrém, de az már ilyen összekutyult valami, abban már lehet, hogy van olyan, ami neked megemeli a szénhidrát tartalmadat, értékedet. Úgyhogy így szoktunk vásárolni, ha valami újat találunk. Tej nem megengedett, pontosan azért, mert ha megnézed, azt hiszem 5 vagy 6 g van benne 10 100 g-ként, na most mikor iszol meg csak egy deci tejet, megiszol, vagy egy fél litert, ugye, aki szereti, már dobtad az egész napi értékedet, úgyhogy így érdemes ketogén ételeket vásárolni, hogy 100 g-ban 10 alatt kell legyen a szénhidrát tartalom. Röviden ennyi. Délután 4 óra, jön az ebéd vacsora. Ez a tegnapi csirkém, jó kis bazsalikomos olajban, és eszem ezt majd egy ilyen konyak tésztával, amit az az érdekesség egyébként szinte semmi. Itt mutatja, azt hiszem, hogy szénhidrát 100 g-ban szinte semmi. Nagyon jó. Ja, és kalória sincs benne, az égvilágon semmi. Hogy miből van, azt nem tudom. Illetve hát ez a konyak nevű gumóból valahonnan keletről, hogy készül, lehet, hogy jobb, hogy nem látjuk. De amúgy ehető. Fontos elmondanom, hogy ezt a tésztát le kell jól
öblíteni. Mert egy olyan lében áztatják, ami hát büdösnek mondanám, egy kicsit így leöblíted, akkor már íztelen, szaktalan, és olyan ízű lesz, amilyen kaját teszel rá, hogy nagyon szeressük. Ennyi elég is. Na, tegnapi bazsalikomos olajba fogom ezt most kicsit meg hirítani. Kicsit átforrósítjuk. Nagyon finom lesz. Ennyi kell vele csak csinálni, tehát ez eleve kész van. Úgyhogy összemelegítem ebből a fűszeres olajjal, hozzá húsi, és kész van. Íme a végeredmény. Szóval teljesen tésztaszerű ez a konyaktészta, tegnapi húsival, még egy paradicsom még mindig van, saját bazsalikom, kicsit olyan feketés a közepe, de nagyon finom. És van cukkinim, ami termés nélküli, azokat így mostanában rákaptam, megeszem. Tudom, hogy ezt palacsintatésztába kéne burkolni, meg kisütni, de én most így nyersen fogom megenni. Nem megy semmi kárba. Jó étvágyat!